Fúvós dallamok, színvonalas színpadi műsorok töltötték meg a Vekerle Sándor szabadidőközpontot, ünnepelt Mór csütörtökön este. Fejér vármegye egyik legdinamikusabban fejlődő városának 40. születésnapját tartották. Az eseményen Mór polgármestere kiemelte, a város fejlődése főként a fiatalokba fektetett erőben rejlik. Ez a több évtizedes városi történelem hozta magával ezt a nagyon komoly fejlődési szakaszt, és egy város akkor értékes, hogyha fiataljai azok az oktatásban nevelődnek, és a felnőtté válásban egy pallérozott elme kerül ki. És hát az intézmény fenntartásunk és annak a különös rekonstrukcióit már 2006-ban elhatároztuk, és a bölcsödétől kezdve 10 évig csak ezzel foglalkoztunk, hogy a gyermekek, a fiatalok jól érezzék az iskolában magukat. Törő Gábor a térség országgyűlési képviselője kiemelte, történelmünkből is ismeretes, hogy a város mindig képes volt a fejlődésre, és ez ma sincsen másképp. Szerintem Móról, mint Magyarország tükre, bebizonyította már, hogy nagyon sokszor talpra állt. Olvasmányaimból tudom, hogy a török dúlás után 60-70 ember élt Móron, majd rá Mária Terézia korszakán tekintve már mezőváros lett. Itt fizették az emberek az egyik legtöbb adót, és azt tudom mondani, hogy a mai világban is Mór ugyanebbe a léptékbe mérve élen tud járni Fejér megyébe. A rangos eseményen ünnepi beszédet mondott Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, Mór az egyik leglátványosabban fejlődő városunk. Hozzátette, ez egy biztos pont a vármegyében, és biztos pont az országban. Nem véletlen az, hogy 40 évvel ezelőtt Mór városi rangot nyert el, hiszen bár volt egy erőszakos iparosítás is a kommunista időszakban, de ismerjük a várost a kiváló borairól, ezen belül is az Erjóról, ismerjük azt, hogy itt milyen nagyszerű oktatási tevékenység folyt az elmúlt években, évtizedekben, ismerjük azokat a gyönyörű kastélyokat, amelyek ezt a környéket jellemzik, ismerjük azokat a rendkívül jó földrajzi adottságokat, amelyek szintén Fejér megyének ezt a részét jellemzik. Tehát Mór egy szerencsés város ilyen értelemben, és sokat is tett azért, hogy szerencsés legyen. Gulyás Gergely hozzátette, Mórnak minden esélye megvan arra, hogy a 40 évvel ezelőtt megkezdett úton további fejlődést, sikereket érjen el.